7.353.400 forint. Ekkora összeggel támogatja a 2023-24-es tanévben a Haumet Köfém Kft., a Haumet Alapítvány, az Óbudai Egyetem Albarégia műszaki karát. A cég 8 éve minden esztendőben segíti az intézményt a leendő szakemberek képzésében. Azért fontos az vállalat számára ez a támogatás és ez a célzott támogatás, hogy a végzősök közül olyan hallgatók kerüljenek ki az álláspiacra, akiket nem kell újra betanítanunk, nem kell újra képeznünk őket, hanem itt már az egyetemnek a berkein belül egy olyan tudásra tesznek szert, amelyet az első munkanaptól kezdve a Székesfehérvár iparvállalatai használni tudnak. A mostani összeg a robotizációt fogja támogatni, olyan technikai kiegészítő eszközöket vásárolnak majd, amelyek a robotok közötti kommunikációt támogatják. Műszaki felsőoktatást művelve szembesülünk azzal, hogy az eszközeink, laborban használt eszközeink jó része erkölcsileg gyorsabban amortizálódik, mint fizikailag. Ezeket a berendezéseket kénytelenek vagyunk cserélni 3-4 évente. Ez az összeg pontosan ezt a fajta hozzáállást segíti, támogatja továbbra is. A Haumet Köfém Kft. 2016 óta 130 millió forintot adományozott eddig az egyetemnek. Cserpalkovics András polgármester elmondta, a támogatások megadják a lehetőséget arra, hogy a diákok a legújabb technológiákkal találkozzanak, azok működését már az egyetemen elsajátítsák. Székesfehérvár számára kiemelkedően fontos maga a helyi ipar és a gazdaság, hiszen ennek az ereje határozza meg a város fejlődési lehetőségeit. Szerencsére ez Magyarországon, sőt közép-európai szinten is kimagasló erős, de hogy így is maradjon, azért sokat kell tenni, különösen akkor, amikor a technológia hihetetlen gyorsasággal alakul át és fejlődik, és akkor eljutunk az oktatásig. Tehát nagyon fontos, hogy a mai fiataloknak, diákoknak megadjuk a lehetőséget, hogy a legkorszerűbb technológiákkal ismerkedjenek meg, és így választhassanak maguknak pályát, hivatást. A polgármester hozzátette, az idei felvételi adatok szerint az Óbudai Egyetem Albarégia műszaki karára jóval több diák jelentkezett, mint tavaly. A támogatások abban is segítséget nyújtanak, hogy minél többen akarjanak itt tanulni Székesfehérváron. A laborok felszereltek, napra készek a támogatásoknak köszönhetően.